Játékmesék! Sziasztok, gyerekek! Építsünk most egy medencét a nyárra! Először is itt az alap. Ki kell lásnunk. Hóhó, ilyen hatalmas markoló kanállal. Ez könnyű feladat. Már meg is van. Most eltoljuk itt a földet, mert itt egy kiegészítő épület lesz. Majd meglátjátok, milyen nagyon jó lesz. Már én is kíváncsi vagyok, mi lehet az. Kész is van. Először is, mit kell most itt tennünk? Nézzétek, mit hozott ez a teherautó. Rengeteg csövet. Bizony, a daruval beemeljük ezeket, ugyanis egy medencéhez komoly gépészet kell. Látjátok, ott a vízforgató motor, tisztítótartály, és itt vannak a rengeteg csövek, amik pontosan ahhoz kellenek, hogy szép és tiszta vízünk legyen mindig. Ne algásodjon be. Úgy-úgy. Köszönjük szépen a munkát. Stop. Mit hoznak vajon nekünk? Aha! Homokot! Persze! Mert van egy rétegrend, amit követnünk kell. Egy kis homok. Még egy kis homok. Mert hát ugye... A kiszolgáló épülethez is kell valami. A sóder mihez kell? Hogy megágyazzunk valaminek, ami ezután következik. Bizony, mindjárt meglátják. Nagyon sokat dolgozott a kis billentyűs teherautónk. Szerintem ezt mindenki tudja, hogy ő mit fog hozni. Hát persze, hogy betont. Beöntjük az alapba. Ez lesz nekünk az alapja a medencénknek. Látjátok? Folyamatosan mélyül. A mély vízbe nem szabad bemenni kicsiknek. Köszönjük, betonkeverő! Most pedig... Meghozta a vasalatot. Bizony, kell neki jó sok vas, hogy ne repedezzen meg az alja. Ezáltal kemény marad, de mégis rugalmas. Nézd csak, megjött megint a kedvenc betonkeverőnk, és meghozta a finom betont. Ho-ho! Így aztán igazi, kiváló medence aljzatot készítettünk. Húha! Mi lehet ez? Fát hozott, és vasat. Nézd, ez a vasalat! Én már tudom! Szóval, ez a medence oldala lesz. Ahhoz is beton kell. De függőleges betont. Hogy lehet önteni? Hát persze! Meg kell neki építeni a zsaluzatot. Na most figyeljetek, ott van a zsaluzat, kinyújtja a hatalmas gémét, és látjátok, olyan messzire el tudja tolni a betont. Wow, ő aztán nagyon jó pumpál. Már kész is van a falazat. Ilyen gyorsan épül ez a medence. Lássuk, mit fog hozni. Nagyon érdekes, látjátok, levettük a zsaluzatot, szép egyenletes beton. Wow! Ezt tudom, hogy mi! Csempe! Nagyon szép lett,
ilyen gyorsan kéne csempézni mindegyik burkolónak. Kész vannak a szegőkövek is. Hoho, gyönyörű lett. Azok a lyukak pedig a gépészethez kellenek. És akkor most jön a varázslat. Nézd, meghozta ez a teherautó ezt a rengeteg fát, egy kis alapzat. Aha, szegélyek, pallók. Mi lesz itt vajon? Ez milyen kiszolgáló épület? Hát egy igazi pagoda. Nagyon jó néz ki. Itt lehet büfét, bulit tartani, és erre kellett nekünk az óriási daru. Fel tudja emelni a helyére a tetőt. Ügyes volt. Nagyon jól néz ki. Hát persze. Gyere, hozz valami nagyot és nehezet. Mit hozott vajon? Kövek! Lépőköveket! Nagyon jó. Ohó, de vicces. Ez aztán egy gyors burkolás volt. Hát igen, nagyon jól néz ki. Ezek a kövek igazán illenek, és kavicsok is, mert a kavicsok megadják a díszítést. Hát ehhez tényleg egy hatalmas teherautó kell. Wow, én már tudom. Megvan. A festőknek kellett. Bizony, a festők dolgoznak róla. Szép fehérre és pirosra kenték ki. Igazán jól néz ki. Illik a kerthez. Na most mit hoztál? De jó! Növényeket! Pakoljunk ki. Nagyon jól néz ki. Feldobja az egész medence környékét. Wow! Gyepszőnyeg is van. Ez aztán a csoda jó! Legurítjuk! Hoho! Instant gyep! Wow! Igazi! Kerti eszközöket, díszeket, nézzétek milyen szép függönyök! Van ott még egy kert kiülő is! Széke! Hoho! További virágok! Kis díszek! Labda! És látjátok, még be is lehet ugrani. Nagyon jó. Napozó. Minden, ami csak kell. Meg is töltöttük vízzel. És lehet jönni, játszani. Ez egy igazi varázskert. Mese szép lett. Ennyi volt hát ez a mese. Remélem tetszett nektek. Ha szeretnétek hasonlókat látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is. És ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!